Szakadt tércalaggal állt pástra a tokiói ötkarikás játékokon Márton Anna, majd hősies küzdelemben negyedik lett egyéniben. A sportoló előső tércalagja még decemberben az országos bajnokságon sérült meg. Akkor azért nem operálták meg, hogy részt tudjon venni az olimpián. A stúdióban Márton Anna. Szervusz Anna, gratulálunk neked a negyedik helyhez. Hogy vagy? Szia! Köszönöm szépen a gratulációt. Jól vagyok. Még egyelőre vegyesek az érzelmek, de kezdem feldolgozni az olimpiát és az ott történteket, úgyhogy köszönöm szépen, jó itthon lenni. Na, arról majd még mindjárt, milyenek ezek a vegyes érzelmek. A térdeddel mi van? Azt olvasom, hogy szeptemberben lesz egy műtét. Milyen műtét előtt állsz? Mikor lesz? Igen, remélhetőleg szeptember végén ezt sikerül megcsinálni. Ez egy keresztszalag pótlás lesz, tehát kivesznek egy szalagot belőlem, és átültetik ilyen keresztszalagnak, illetve a porcom is megsérült az most az olimpián, úgyhogy azt is, hát nem is tudom, visszaelegezték, nem tudom, mit csinálnak vele. Potolják. Csodálatos ez az orvostudomány, úgyhogy hát ez áll előttem most így szeptemberben. És mit mondanak neked az orvosok, hogy a műtét után mennyit kell kihagynod? Mennyi lesz a rehabilitációd? Hát az egy kemény 9 hónap lesz. Ugye nekem decemberben volt a keresztszalag sérülésem, és ezért is nem tudtam megcsinálni az olimpia előtt. Az volt az első sérülés? Tehát tulajdonképpen az a kiváltók az egésznek. Pontosan. Decemberben volt egy keresztszalag sérülésem, és a választanom kellett, hogy vagy nem indulok az olimpián, vagy így készülök fel rá. És mennyire volt ez kérdés neked? Ez egyértelmű volt. Igen, én láb nélkül is indultam volna. Amikor nekiindultál Tokiónak, akkor, de azt érezted, hogy ez a sérülés hátráltat majd? Én nem, nagyon nehéz lehet ezt fejben rendbe tenni egy sportolónak, ahol maximálisan ott kell lenni, nem csak fizikálisan, hanem fejben is, és mindenhogy, hogy ne járjon az a fejedben állandóan, hogy jaj, hát nekem a térdem azért nem 100%-os, ezt hogy csináltad? Persze, amikor lesérültem, akkor figyelmeztettek, hogy ez lesz az egyik legnehezebb feladat, ezt figyelmen kívül hagyni, de hát 6 hónapon volt felkészülni a versenyre, és ez egy fontos részét képezte a felkészülésnek, hogy mentálisan is minél jobban próbáljam megkizárni ezt a hátráltató tényezőt. Mennyire sikerült egyébként? Amikor a pásra léptem, akkor semmi másra nem figyeltem, csak arra, hogy most itt teljesítenem kell, és a legjobb formámmal vívni. Nyilván nehezebb volt a helyzetem, miután az első asszóba kiugrott a térdem, és utána már nehezebb volt elvonatkoztatni ettől, mert fájt is, és féltettem is már nagyon, de a továbbiakban is, amikor felléptem a pástra, minden megszűnt, ami a térdemmel kapcsolatos, és csak az asszóra fókuszáltam. Na, azt meséld el nekünk, hogy amit mondtál, hogy az első asszó kificamodik a térded, ilyenkor mi történik? Most nem arra gondolok, hogy elkezdik kezelni, hanem benned mi történik közted és az edzőt között? Hogy döntitek el, hogy mész tovább, vagy inkább nem? Hát ez tulajdonképpen tehát az én döntésem, az edző mondta, hogy az egészségem az első, tehát nagyon okosan döntsek. Én úgy voltam vele, hogy nekem minden mindegy, itt én ezt tényleg fél lábbal is végigvívom ezt az olimpiát, olyan nincsen, hogy visszalépjek. És hát amikor tényleg kiugrott a térdem, akkor így csak arra gondoltam, hogy csak most ne működj, légy szíves. Szóval nagyon, nagyon megijedtem, és nagyon szerettem volna, hogy ez ne történjen meg. De nagyon gyorsan kellett nyilván tovább lépni, mert az asszónak az eleje volt még, és egyszerűen el kellett felejteni az egészet, és felállni úgy, hogy mindegy, nem történt semmi tovább. És a csapatversenyt is megcsináltad. Ott sem volt kérdés benned, hogy azt inkább nem? Hát talán az még inkább nem. Tehát az kizárt volt, hogy cserben hagyom a csapatot. Még elképzelésem sincs, hogy lehet úgy vívni, hogy azt olvastam tőled valahol, hogy annyira rögzítik a térdedet, hogy az olyan, mintha egy beton lenne ott a térdedben. Tehát már maga az is nehéz lehet. Hát sajnos igen, ez volt az egyik probléma, hogy nem tudtam fizikálisan végrehajtani azokat a dolgokat, amiket szerettem volna, mert ugye rögzítették a biztonságom érdekébe, tehát ez egy ilyen kétélű dolog, most vagy nincs rögzítve és még nagyobb baleset éri, vagy rögzítve van és kevésbé megy a mozgás. Egy pár éve azt nyilatkoztad, olvastam tőled, hogy egyelőre úgy érzed, hogy van még hová fejlődnöd, de te iszonyatosan motivált vagy, azért az motivál, hogy egyszer elérd, lehet, hogy nem pont így mondtad, de valami ilyesmi volt, hogy elérd a teljesítő képességed maximumát. Nem érzed azt, hogy most ott ezzel a térdel elérted? Ez egy jó kérdés. Még nem érzem azt, de hát még van hova.
Még van hova, de ez egy olyan pluszt adott nekem, ez a 6 hónap, amit végigcsináltam így, és ez az olimpia, amit sérült érdel levívtam, amit máshogy nem szerezhettem volna meg, és szerintem ezzel a plusz tudással, ezzel már a következő olimpián, következő versenyeken remélem, hogy tényleg kiteljesedhetek. Na hát ez így legyen. Ugye te a 16-os olimpián már kint voltál, az volt az első, a mostani az teljesen más volt, nem csak azért, mert sérült volt a térdet, hanem a Covid miatt, egyrészt egy évvel csúszott, ami iszonyú nehéz lehet önmagában is egy sportolónak, másrészt meg a kint élet más volt, te ezt könnyen vetted? Vagy el voltál a sérüléseddel, és szóval oda se tudtál figyelni erre. Én abszolút könnyen vettem. Tényleg azt lehetett érezni az egész olimpia légkörében, hogy felszabadult a légkör, és boldog mindenki, hogy itt lehet, és megrendezik a versenyt, és sportolhatunk, és csinálhatunk, amit szeretünk. Nem pedig, mint Rióban, amikor rányomta a bélyegét a légkörre, ez a nagy teher, ez a nyomás, hogy olimpia van, és teljesíteni kell. Úgyhogy fantasztikus élmény volt tényleg így a pandémia után, hogy Covid alatt megrendeznek egy ilyen nagy versenyt. Nagyon jó légkör volt, és én úgy éreztem, hogy itthon a szurkolók ugyanezt érzik, és ugyanezt élik át velünk. Neked mi az erősséged a Páston? Hát, jó kérdés. Fizikálisan azért elég erős vagyok, masszív, és a csapattársaim azt mondják, hogy jól tudok koncentrálni. És a gyengéd? Tudom, hogy van sportpszichológusod, itt volt Szilágy Járon nem olyan régen, ő például azt mondta, hogy iszonyatosan sokat segített, tehát az élete részévé vált a sportpszichológusa. Gondolom, hogy neked is van, és tisztában kell lenni azzal, hogy mik a gyengéid. Hát nagyon fontos, nyilván csak úgy tudjuk kijavítani hibáinkat. Talán ami így köze is van a mentális felkészüléshez, és nem az erősségem, az az, hogy ha ki tudok viszonylag könnyen zökkenni, vagyis ha kizökkenek, akkor nehezen rázódom vissza. Nehezen veszem vissza az irányítást, és... Elidegesíted magad? Kizökkent? Igen. Azzal kezdted az elején, hogy még kavarognak benned az érzések, vegyes érzések, vagy van keserű szájízed? Vagy az azért már elmúlt? Hogyha összességében tekintek erre az egészre, ahogy mondtam, ez egy pozitív élmény volt abból a szempontból, hogy ebből tudok építkezni, rengeteg erőt adott nekem ez az egész. Negatív pedig az, hogy rossz belegondolni, hogy épp lábbal mire lettem volna képes, hogyha így negyedik lettem. De én azt mindig megemlítem, hogy az a szeretet és támogatás, amit a magyaroktól, a magyar szurkolóktól kaptam odakint, az egy olyan élmény volt, hogy mindent megérte a sérülés, bármi, mert hogy ezt megéltem a pályafutásom során, ez egy felbecsülhetetlen dolog. Majd a következőn is akkor is szorítunk neked. Én köszönöm, hogy itt voltál, és az, hogy szakadt tércalaggal negyedik lettél az olimpián, én egészen biztos vagyok benne, hogy ez minden magyarnak aranya tér szerintem. Annak köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek köszönöm a figyelmet. Holnap is lesz egyenes beszéd, akkor is tartsanak velünk. Viszontlátásra, jó éjszakát!